A Dürer kertben a első lemezünk bemutató koncertjén már így gyülekeznek a kis rajongóink és egyéb barátaink, emberek, úgyhogy reméljük, hogy nagyon sokan fognak eljönni, még többen, és egy hatalmas buli fog kerekedni. Az első nagy lemezünk címe az Edge of the Night címet viseli, és azt kell róla tudni, hogy nagyon széles, azt mondanám, hogy széles spektrumú zenéket tartalmaz, van rappes dalunk is, van rockos dalunk is, és van egy kicsit az elektróhoz közelebb álló dal is, de a gitár azért mindenhol ott szerepel. Ez egy ilyen 3 éves dalgyűjtemény lesz konkrétan, 12 nótával, lesz 2 plusz akusztik dal is a végén, amit még a rajongók nem biztos, hogy hallhattak tőlünk. Mikor elkezdtünk együtt dolgozni, meg létrejött az MDC, akkor először azt a koncepciót követtük, hogy dalonként haladtunk előre, és általában mindig klippes dalt próbáltunk rá. Szóval csináltunk egy dalt, készítettünk egy dalt, és ahhoz egy klippet. És aztán eltelt egy év, akkor már volt néhány dal, akkor felmerült az, hogy akkor most ezt kiadjuk el, például, de ne adjuk ki, és akkor eltelt még egy év, akkor már nagyon sok dal lett, és aztán... Aztán most, és akkor eldöntöttük, hogy jó, akkor most már kellene csinálni egy lemezt. Mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen iránykeresés volt, tehát ez a útkeresés, ez a 3 év, hogy milyen stílusban is mozogjunk. Ugye ez az elektronikus pop-rock, amit a Boti is említett, ez az, amit próbálunk képviselni, de ez ilyen, ahogy ő is mondta, nagyon tág spektrumú dolog. És így az utolsó dalokban, amik az újabb dalok, ott azt hiszem megtaláltuk már azt az irányt, amit később is így képviselni fogunk. Megjelent egy videóklipünk nem olyan régen, a 5 Edge of the Night címre hallgat. Ugye a nagy lemezünk is az Edge of the Night nevet kapta. Ez a nyitódal a lemezen. Ez a 5-2 Shyamala Bosszúja című fantasy regényhez készült, amit Arthur barátunk írt. Ő felkért minket még régebben, hogy csináljunk egy dalt. Ő úgy szokta promózni a könyveit, hogy elkészít egy ilyen előzetest, mintha egy film lenne a könyvhöz, és így promózza magát a könyvet. Ehhez elkészítettünk egy dalt, és ezeket a snitteket felhasználta, amiket ez az előzeteshez, és még forgattunk hozzá olyan jelenetet, hogy ilyen csuhába vagyunk beöltözve, mint a papok. Azt tudni, hogy volt egyébként szeptemberben már egy forgatás, ahol ilyen Backstreet Boys-os fiúknak voltunk öltözve, hát azt a dolgot azt elvetettük, fehér ruhában volt mindenki, és a Kopaszigáton forgattuk. Körülbelül így a térdünkig voltunk a vízben, gitárt is állandóan a víz érte. Nem is ezért nézett ki rosszul, hanem azért, mert úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy ez nem a jó iránya regényhez sem, de aztán végül megtaláltuk, úgyhogy most így végre elkészült. És aztán zöld lett a nadrág, miután kijöttünk a Dunából. Úgyhogy ja, igen. Ez mutatja, hogy milyen szép tiszta.